Különböző méretű balesetveszélyes lépcsőfokokat építettek az egyik tatai vasútállomásra. Azonnal mutatjuk, hogy a Tóvároskerti megállóban szemmel láthatóan egyetlen azonos mértékű fok sincs. A megállót százak használják naponta, többek között a közeli vakok intézetének lakói is. A MÁV szerint az állomás felújítása még nem végleges, idén folytatódik. 9, 11, 15, 17. Mintha csak a lottószámokat sorolnánk. Ezek a számok azonban most a lépcsőfokok magasságát jelölik a Tóvároskerti vasútállomáson Tatán. Van, aki azt mondja, sokkal rosszabb állapotban volt, így legalább lehet használni. Van, aki tipikus magyar sajátosságról beszél. Hát az különböző nem lehet, hát a lépcsőknél, vagy az első esetleg, de közben nem lehet ilyen változások, mert az még aki biztos lábakon áll, annál is lehet, hogy balesetet okozhat. A lépcsőt és a várótermet ősszel újították fel, közel 11 millió forintból. Ránézésre minden rendben van, használat közben azonban más hiányosság is előjött. Ez szép, csak elhanyagolták, hogy nincs csillámhely. Sokszor látom, hogy ezek hazafelé lányok, férfiak mennek oda hátra. A problémák százakat érintenek nap mint nap. Rengetegen ingáznak Budapestre vagy Győrbe. Az állomás forgalma évek óta folyamatosan nő. Bár a tataiak kisállomásnak hívják ezt a megállót, ennek ellenére igen nagy a forgalma, naponta 26 személyvonat pár áll meg itt. A közlekedő tömeg egyesületnél azt mondják, nem újdonság, hogy nem a kellő alapossággal végzik a felújítást az állomásokon. Az egyesület vezetője látszat beruházásokról beszél, és példaként említi a zuglói vasútállomást, ahol a felújítás után problémák vannak a térkövekkel, nem épült lift, sem mozgó lépcső. Úgy látjuk, hogy ezek inkább csak ilyen marketing céllal elvégzett látványberuházások, amikor elsőre úgy tűnik, hogy jaj, de szép az új színes térkő, vagy felújították a lépcsőt, de valójában általában a kisebb munkák során tervdokumentáció sem készül, szóval csak ahogy esik, úgy puffan módon végzik a felújításokat. A MÁV írásban válaszolt megkeresésünkre. Azt írják, a tókertvárosi fejlesztés még folytatódik. A kivitelező a közvetlen balesetveszély megszüntetése érdekében egyelőre csak újra burkolta a lépcsőt, hogy a járófelület egyenletessé váljon. A lépcső teljes átépítése idén valósul meg.